Üdvözlök mindenkit, november 2-a van. Kukoricatallók dubberezés. New Holland TM165 és egy uniakos 3 méteres dubberrel, ami 7 kapás, szárnyakkal, rövidtárcsa sor és egy tömörítő sor van, amilyen acél laprugós tömörítő. Beállítottuk a grubbert már, olyan jó 20-22 cm mélységre, ez bőven elég. Most kop egy grubbert, aztán tavasszal majd látjuk a többit. Szálmaradvány nincs, az már el lett tüntetve róla, kukoricáról. Szóval mindjárt megmutatom, hogy dolgozik közelebbről. Nézzük meg, kapaljuk meg a mélységet. Itt még kicsit finom hangoltunk rajta. Pálcát azt nem hoztam magammal. Mérőszallag sincs nálam. De az adaszom az pont 20 centi. Szóval mindjárt itt látszódik. Hát az így. Teljesen jónak tűnik. Nem tudom, hogy látjátok. Ez így mélységben jó lesz. Teljes mértékben. Hát ez egy ilyen 7 hektáros tábla. Ezzel el lesz most egy darabig. Aztán majd itt próbálgattuk, állítani kellett a rövid tárcsasort, mert tavasszal bedolgozásra kellett. Lejjebb raktuk, aztán most egy kicsit följebb húztuk, nem kell itt mélyen járatni, csak az elmunkálásra mostan jelenleg. Szóval jónak tűnik a dolog. Itt a szomszédban meg egy fender szántanak, egy hatfejes Gregorian Bessonnal, váltva forgasóssal a gabonatallót. Szépen. Szépen viszi a TM. Kicsit far nehéz, mert ez a rövid tárcsa sor, meg hátra nyúlik ez a dugólapos, úgymond tömörítő is. De hát ez ilyen. Így földön egész jó. Mondjuk még egy olyan 20-30 lovat elbírna esetleg. Olyan a talaj, körülmények, de így egész jó viszi. Ilyenkor kicsit megül a hátulja. Megnézem még egyszer itt a dolgokat, a mélységet. Hát, ja. Látjátok, hogy azért szépen le lehet menni.
Giliszták vannak, már több helyen is láttam, ez jót jelent. Szóval van élet a földbe. Vagyunk az 5 hektáros táblába, nemrég állt be. Pörgetve a motor, 1850-60, max 1009-ig, B4-be, a 8-8,5 km per órával viszi. Traktorosunk az inkognitóba marad, nem szeretne szerepelni. A Suzuki mindjárt kap egyet. Szeretem én is, amikor ide állnak a nagy géphez. Na jó, mindjárt megnézem itt is a mélységet, de mivel nem lett rajta állítás, szerintem kicsit remeg a kamera, bocsi, mert felhúztam a kesztyűt. Nem azért, mert nem szeretem a földet, csak nem akarom a kocsi kormányát összefogdosni.
Hát igen. Na, kikapcsolt a kijelző. Na, hát igen. Hogy mutassam nektek. Itt van egy jó arasz. Benne az ujjam. Hát itt is az a 20. 20-22 centik megvannak. Így néz ki. Nincs teljesen visszatömörítve, hogy azért a csapadék le tudjon majd szivárogni viszonylag így. 5-6 centire könnyen be tudom nyomni az ujjamat. Szerintem teljesen jó. Tavasszal majd kap egy kis műtrágyát. Aztán egy alsó borona, az mehet bele a napraforgó. Na jó, megyek hazafele, mert várnak a röpik. Már a disznók. Szerbusztok!